Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás augusztus 4-éig. A hétfői napon a hold uralkodik, és itt látható a hold szimbóluma. Megnézzük, hogy mi történik hétfőn, milyen az energia. Itt a kutya látható, ez jelenteti a házi állatokat is. De utal a hűségre vagy a barátokra. Ez lehet hétfőn egy baráti kapcsolat, vagy hogy valaki barátságos hozzád. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Itt a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést vagy egy ajándékot. Azt is jelentheti a kártya, hogy ügyelsz a külsődre, a környezetedre, hiszen megszépítesz valamit. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt ez a férfi áll a középpontban. Elvárja azt, hogy te jelentkezz nála, elvárja azt, hogy megkapja az elismerést, az is lehet, hogy ő irányítja a dolgokat, lehet, hogy tőle jön ez az ajándék. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a hajó, az jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat, külföld, ezek a kapcsolatok lehetnek, internet kapcsolatok is, vagy az is lehet, hogy tervezel egy utazást, vagy hogy ő útban van hozzád. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt kisüt a nap, megvan ez a kisugárzásod, sőt, megvan a gyógyító erő. A nap megvilágít valamit, kiderül az igazság, a nap láthatóvá tesz valamit vagy valakit. Ezek fontos döntések, találkozások. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Hát, itt van a ravasz róka. Ez jelenthet negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Lehet negatív érzelem, például félelem. Lehet egy rossz döntés, de lehet egy hamis személy is. Azért légy kicsit óvatos. Láss át a dolgokon, amit a nap itt megvilágít ki, milyen szándékokkal közeledik hozzád. Augusztus 4-e vasárnap új hold. A téma az a visszahúzódás, a család, az otthon. Ezen a napon Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad, ami utal a múltra. Ez egy visszatekintés a múltba. Lehet, hogy valamit át kell még vizsgálni. Lehet, hogy fékezi az eseményeket, de az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a vidámságot, a beszélgetéseket. Valaki közeledik hozzád, hiszen beszélni akar veled. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot és egy szép hetet. Nagyon sok szeretettel, Dender Rám!